Lisszabonban 4 ponttal kapott ki az Alba, és mivel második meccsét is elvesztette, most mindenképpen nyernie kellett a továbbjutási esélyek életben maradásához. Az első negyed végén úgy tűnt, nem is lesz gond, hiszen hatékony gyors támadásokkal 10 pontos előnyt épített a csapat. Csak éppen a másodikban villámgyorsan le is adta, az ex-fehérvári Curry vezetésével szünetig fordított a Sporting. Nagy Rami jellemezte a meccset, amiben sok hiba csúszott mindkét oldalon, de az élvezeti értéket növelte, hogy a harmadik negyedben ismét remekeltek a fehérváriak. Chambers, Barn és Vojvoda feleltek elsősorban a pontokért, de bemutatkozott a frissen igazolt Roberts is. Hiába volt megint megnyugtatónak tűnő az előny, a koreográfia szerint a Sporting következett, és a meccs végén már a döntetlenért is izgulni kellett. 93-93-mal ért véget a negyedik negyed, és utólag mondható, jobban járt így az Alba, mintha egy ponttal nyert volna, mert a hosszabbítás legvégén sikerült 4-re növelni az előnyt, a vége 106-102 lett, így a két csapat egymás elleni mérlegét sikerült kiegyenlíteni. Életben maradtunk, ugye ez is nagyon fontos, ugye, hogyha ma elveszük ezt a mérkőzést, akkor 0-3-mal látunk volna, és akkor ugye elszállt volna minden remény a második körbejutásra. Úgyhogy most ugye jövő héten megyünk a Balkához, mindenképp győzni kell, tehát ez nem is kérdés. Ugye itthon 10 pontnak kaptunk ki, nyilván most a célunk az, hogy ott nyerjünk, az a legfontosabb, és hogyha az sikerül, akkor ugye jó lenne 10 fölött nyerni, de hát ez a Balkán, ez egy nagyon jó csapat, úgyhogy nagyon nehéz lesz ott. Az Arkonik Alba Fehérvárnak egy meccs sem maradt hátra a 3 csapatosra csökkent csoportban. Jövő szerdán Botevgrádban próbálhatják meg döntetlenre hozni csoportmérlegüket Vojvodáék, de addig még Pécsen is vár rájuk egy bajnoki mérkőzés.